Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Szúnyog invázió, rosszabb szezonra számítanak a vendéglátósok a túl sok vérszívó miatt. Építkezés, lezárják Bonyhád egyik legforgalmasabb utcáját. Bordélyházat üzemeltetett egy család Pakson, börtönbe kerülhetnek. Speciális művészeti fesztivál, közel 600 szellemi fogyatékossággal élő mutatkozik be a szekszárdi rendezvényen. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Rengeteg a szúnyog országszerte, különösen a vízpartok környékén panaszkodnak a nyaralók és az ott lakók a vérszívók számára. Tolna megyében is sok a szúnyog, a vendéglátósok és kereskedők azt mondják, hiába tesznek meg minden óvintézkedést, kevesebb vendég érkezik hozzájuk emiatt. Az írtásért felelős katasztrófavédelem azt mondja, minden eddiginél nagyobb területen, 471 településen összesen 130 ezer hektáron írtják a szúnyogokat a héten. Többi nyárhoz képest elképesztően sok a szúnyog. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy a vendégek nem tudnak leülni a teraszra, kerthességre menekülnek el. Ha már három ember van a sorban, a negyedik már nem áll be, mert nem bírja ki a sort várni a szúnyogok miatt. Hiába füstölünk bármiféle szúnyogriasztóval, kávéval, bármivel elmenekülnek a vendégek. Ezt mondja az egyik vendéglátóipari egység vezetője Faddomboriban. Úgy látja, sok szúnyog miatt jelentős veszteség éri a kereskedőket, büféket, üzemeltetőket, szállásadókat. Egy strandjátékokat árusító is arra panaszkodott, hogy hiába volt szúnyogírtás az üdülőtelepen, egyre több a vérszívó és egyre kevesebb a nyaraló. Mindenki nagyon panaszkodik a szúnyogokra, és hát szerintem nem jönnek utána, hogyha most egyszer itt voltak, és ennyi szúnyog van, akkor utána már nem nagyon jönnek. Most is elég kevesen vannak. Nem csak a vendéglátósok panaszkodnak a vérszívókra, hanem a nyaralók is, akiknek a pihenését lehetetleníti el a sok szúnyog. Kibírhatatlan nagyon sok. Ilyen nyár még nem volt. Tehát azért voltak legyek, voltak szúnyogok. Hát most az, hogy dörög villámlik, az egy teljesen más téma, de a szúnyog az, és hiába írtanak, nem, semmit nem változik. Ezek a felvételek már Dunaföldváron készültek. Itt kevesebb a szúnyog, mint több más partmenti településen a mérések szerint. Kőszegi Dániel, a Magyar Szúnyogírtók Országos Szövetségének elnöke szerint ez nem véletlen. Itt ugyanis három éve biológiai lárvaírtást alkalmaznak, amit általában hullámtereken, mocsarakban, eltömődött vizes árkokban végeznek el önkormányzati költségen. A németek dolgozták ki ezt a 70-es években, aminek a lényeg, hogy a lárvákat egy olyan anyaggal, ami nem árt másnak a természetben, elpusztítjuk, tehát környezetbarát és megelőzés elve alapján működik, tehát ki sem kelnek a kezelés után már a szúnyog lárvákból a szúnyogok. De a lakosságnak is mondtam, nagyon sok tennivalója van, a magánterületeken nem lehet ezeket a magánterületeken lévő kis vízgyülemeket, amiben nagyon sok szúnyog kell ki elérni ezt, úgyhogy a lakosságnak is kell ez mellé tenni, ez magában csak nem elég. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője azt mondja, mivel nem lehet mindenhova ilyen készítményt juttatni, ki kell azt egészíteni kémiai szúnyoggyérítéssel, amit repülőről, illetve autóról végeznek el. Ezzel nagyon jól kordában lehet tartani a szúnyogoknak az utánpótlását. Az a baj, hogy május hónap az rendkívül csapadékos volt, szinte minden nap esett az eső. A folyókon egy kisebb árhullám vonult le, emiatt olyan helyen is létrejöttek szúnyogtenyésző helyek, amely helyeken egyébként nem jellemző. Eddig 54 Tolna megyei településen összesen 17 ezer hektárnyi területen írtották a szúnyogokat. Legutóbb Bátán és Pörbölyön történt meg a permetezés. A szóvívő azt mondja, minden írtás után megnézik, mennyire volt hatékony, és ha szükséges, újabb permetezést rendelnek el az adott területre. A szúnyoggyérítés helyszíne tehát attól függ, hogy hol a legtöbb a szúnyogoknak a száma. Ha ezen a héten valamelyik település nem került sorra, az nem azt jelenti, hogy nincsen benne a szúnyoggyérítési programban, és egyáltalán nem is lesz, hanem azt jelenti, hogy az ország más településein sokkal nagyobb a szúnyogártalom, ezért azok kerültek előbb sorba. Szúnyoggyérítésre országos szinten 1,5 milliárd forint áll rendelkezésre, azonban kormányzati ígéret szerint ezt a forrást idén növelik.
Folytatódik a bonyhádi csapadékvízelvezetési program, melynek keretében több nagy forgalmat lebonyolító utcában teljes vagy részleges útlezárásra kell majd számítani. A munkák várhatóan július végén fejeződnek be. Ma még a megszokott módon lehet közlekedni a Bonyhádi Perccel utca, Kolta László utca környékén. Ám hamarosan útlezárások nehezítik majd a közlekedést. Az ok, megkezdődik a város csapadék elvezetési programjának következő szakasza. Először egy közműfeltárást fog végezni a kivitelező, ezen a héten, hétvégéig lezajlik. Útlezárásra kell számítani, készült rá egy részletes forgalomtechnikai terv. Ez azt jelenti, hogy a Perccel utcában félpályás útlezárás lesz, a forgalmat felváltva fogják engedni, viszont a Kolta utcában fölfelé nem lehet majd bekanyarodni se jobbra, se balra, és föntről a Jókai utca Perccel-kerti útelágazástól Zsák utcaként fog működni a Kolta utca, oda csak célforgalommal lehet majd behajtani. A közműfeltárás elvégzését követően megkezdődnek a helyreállítási munkák. Eközben félpályás útlezárás nehezíti majd a forgalmat. A tervek szerint július végére minden útszakaszon befejeződik majd a helyreállítás. A beruházó azt mondja, az iskola szünet és a szabadságolás idejét választották, mert így okozzák a legkisebb fennakadást. A csapadékvíz elvezetés, mint minden építkezés, ez sajnos útfelbontásokkal és egyéb útlezárásokkal jár. A csapadékvíz elvezetési munkákat a Völgységi patakból, mint befogadótól kezdtük el építeni, ügyelve arra, hogy az ütemterveket betartva minél kisebb lezárásokkal és útfelbontásokkal történjen. Arra kérik a lakosságot, hogy elővigyázatosan közlekedjen a területen. A beruházók azt ígérik, a lehető leggyorsabban visszaadják majd a forgalomnak a lezárt utcákat. Október 31-ig meghosszabbította a banki adategyeztetés határidejét a parlament, a ház az erről szóló törvénymódosítást kedden fogadta el. A változtatást Varga Mihály pénzügyminiszter kezdeményezte, miután a Magyar Bankszövetség jelezte, hogy az ügyfelek egy részénél nem zárult le az átvilágítás a június 26-ai határidőig. A módosítás célja, hogy kellő időt biztosítson az eljárások lefolytatására, megakadályozva ezzel, hogy a banki tranzakciók június 26-a után több mint 1 millió ügyfél esetében bármilyen akadályba ütközzenek. A törvény ráadásul mostantól előírja a pénzintézeteknek, hogy a hatályba lépést követő 3 napon belül tájékoztatniuk kell azon ügyfeleiket, akiknek az esetében az átvilágítás még egyáltalán nem vagy nem teljes körűen történt meg. A KSH felmérése szerint 2018. októberében egy lakás átlagos bérleti díja 80 ezer forint volt, a budapesti bérleti díjak pedig megközelítették az országos átlag másfélszeresét. A bérlők közel fele rokonok, ismerősök révén került kapcsolatba a lakás tulajdonosával, az így kiadott lakásokban csökken a kockázat, ezért a lakbér akár több tízezer forinttal is alacsonyabb lehet, mint azokban az esetekben, amikor nem ismerősök állapodnak meg. A megkérdezettek 28%-a munkavállalás miatt lakik albérletben, magas a munkahely miatt lakást bérlők aránya a Nyugat-Dunántúli régióban, Közép- és Dél-Dunántúlon átlagos. Családi vállalkozásban működtetett bordélyházat Pakson egy 59 éves nő a 41 éves fiával és a menyével. A rendőrök hónapokon keresztül megfigyelték őket, mielőtt lecsaptak rájuk. A nő az ingatlant kifejezetten örömlányoknak hirdette egy internetes portálon. Egy prostituáltak által is használt társkereső internetes oldalon hirdette a Paksi házát az 59 éves nő. Az ország különböző részeiről érkező örömlányoknak adta ki a szobákat napi díj fejében. Nagyjából másfél évig üzemeltette a bordélyházat, aminek a működtetésébe a 41 éves fiát, a menyét és egy szomszédot is bevont. A nők minden alkalommal különböző értékű összeget fizettek a tulajdonosnak, aki abban az esetben, amikor a Paksi ingatlanában nem tudott megjelenni, akkor vagy gyermekét, vagy menyét, vagy közeli ismerősét kérte meg, akik a prostituáltak fogadásában, valamint a tőlük elvett bérleti díjban segítkeztek számára. A nyomozók hónapok óta tudtak arról, hogy a nő és a rokonai mire használják a Paksi ingatlant. Meg is figyelték a bordélyházat működtető család tagjait, míg végül lecsaptak rájuk.
A házkutatás során aztán a nő telefonjában több bizonyítékot is találtak. Az ügyben prostitúciós tevékenység elősegítése büntet miatt indítottak eljárást, melyben mind a négy személy gyanúsítottként hallgattak ki. A bordélyházat működtető nőtől vagyonvisszaszerzés céljából egy autót és készpénzt is lefoglaltak a rendőrök. Tettükért a négy gyanúsított 5 év börtönt is kaphat. A Szegedi Tudományegyetem zeneművészeti karának tanszékvezetőjétől és oktatóitól tanulhattak 2 napon keresztül a Tolnai Fusz János Zeneiskola növendékei és tanárai. A nyári mesterkurzusnak már 3 éves hagyománya van Tolnán. A 2 napos program során az intézmény 26 diákja és az őket oktató pedagógusok zongora, fuvola és gitármesterkurzusokon vehettek részt. Ilyenkor egy gyerek másféle szempontokat is lát, nem csak azt, amit a tanárától tanul. Mi pedagógusok ugyanezt látjuk, ugye mi már kezdünk egy idő után egy kicsit belevésődni abban a módszertanban, amit mi magunk csinálunk. Kicsit kitekinthetünk, hogy mások ugyanezt hogy csinálja. Nagyon sok olyan impulzust kapunk, amitől egy picit átugrik a gondolkodásmódunk más vonalakra. Közel 600 résztvevője lesz a 30. speciális művészeti fesztiválnak Szekszárdon, hangzott el a beharangozó sajtótájékoztatón, mely egyben a korábbi eseményeken készült fotókiállítás megnyitója is volt. A rendezvény a szellemi fogyatékossággal élők számára nyújt bemutatkozási lehetőséget július 1-e és 5-e között. Szekszárd 3. ízben házigazdája az eseménynek. A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület 30 esztendeje rendez iskolás és felnőttkorú értelmi fogyatékos emberek számára kulturális fesztivált. Szekszárd 3. alkalommal vállalkozott a házigazda szerepre. Ácsezső polgármester azt mondta, minden segítséget meg kell adni ezeknek az embereknek arra, hogy megmutathassák az igazi arcukat. Én biztatok mindenkit, hogy jöjjön el a rendezvényre, és örüljünk együtt annak, hogy ezek az emberek egy kicsit boldoggá tudnak tenni bennünket, és boldoggá tudnak lenni ebben a néhány napban is. És valóban nem úgy tekintünk rájuk, mint akikkel mindenféleképpen, hát sajnálattal segíteni kell, úgy tekintünk rájuk, mint akiket abban kell segíteni, hogy valóban meg tudják mutatni az igazi valós arcukat, azt a értéket, ami mélyen belül valóban megvan bennük. Szekszárd az ország legkisebb intézménye a rendszerben, így külön elismerés, hogy a szervezők ismét a várost választották helyszínül, mondta Dottenbacher Ádám, a Szociális Központ igazgatója. Hogy mit jelent ez az egész a fiataljainknak? Szekszárdi fogyatékosokat ellátó nappaliban 22 fiatalunk van, meg kell nézni őket, ragyognak, örömmel készülnek, őszinték, tiszták, és minden a szívükből és a lelkükből jön. Semmi hazugság nincs ebben a történetben. Ez borzasztó jó nekik, de borzasztó jó nekünk is. A szervező civil szervezet vezetője úgy véli, minden bemutatkozás, mely az alkotó munka kiteljesedését és közzetételét szolgálja, segíti a hátrányjal élők társadalmi elfogadottságát. Azt a beskatujázást, ami a fogyatékos emberekhez, különösen az értelmi fogyatékos emberekhez köthető a mai társadalomban, azt valamiképpen oldja. A rendezvény megnyitását megelőzően egyfajta társrendezvényként fotókiállítás nyílt a Babics Kulturális Központban, mely az előző fesztiválok legszebb pillanatait örökítik meg. A Szekszárdi Fáklya Ese évekkel ezelőtt elindított országos integrált asztali tenisz versenyen ma már az indulók nagy része nem mozgássérült sportoló. Ennek több okból is örülnek a mozgássérült pingpongosok, részint azért, mert komoly játékerőt képviselő ellenfeleket kapnak ez alkalommal, akikkel sok esetben sportbaráti, olykor ennél is mélyebb kapcsolatot sikerül kialakítani, amire a szekszárdi verseny is számos példával szolgál. Asztali tenisz nagyüzem a szekszárdi sportcsarnok küzdőterén. A játék színvonala már első blikre eléggé magas. Úgy is, hogy gyakran előfordul, mozgássérült játszik egészséges asztali teniszezővel. Elvégre egy jól sikerült, bejáratott szekszárdi országos integrált asztali tenisz versenyről van szó. Vannak értelmi fogyatékos sportolók, akik eljöttek, akiknek úgymond örülök, mert tényleg kimozdulnak a kis megszokott zónájukból is eljönnek, illetve van egy szerbát ültetett játékos is, aki világversenyeken részt vesz, és ide is eljön, mint egy fölkészülési mérkőzéseket játszani a világversenyre. Mindig felfokozott érdeklődés kíséri, amikor az egészséges és mozgássérült meccsel egymás ellen élesben.
Farkas László, aki mindkét lábán, az egyik kezén és még a hátgerincében is sérült, gyakran győz le egészséges versenyzőket. Akkor kell nekünk többet produkálni az egészségesek ellen, mert így tudjuk megmutatni, hogy mi is vagyunk olyan emberek, mint az egészségesek. 55-ben kaptam gyermekbénulást, vastüdőben voltam, két lábam lebénult, a jobb kezem le volt bénulva, és rá egy évre tudtam újra tanulni járni. Az országos integrált verseny, a Siótranszkupa végjátéka köszönhetően a sok képzett játékos jelenlétének, mind az egyéniben, mind a párosban, közönség szórakoztató módon színvonalas és egyben izgalmas is volt. 17. alkalommal rendezték meg a Múzeumok Éjszakája című rendezvény sorozatot szerte az országban. Az eseményen több mint 400 helyszínen csaknem 2000 programot kínáltak. Bátaszéken az országos esemény időpontjától eltérően hétfőn nyíltak ki az intézmények kapui a szokatlanul késői órákban, sőt még a tűzoltói szakmába is betekintést nyerhettek az érdeklődők. A tűzoltó szakma rejtelmeiben mélyedhettek el az érdeklődők a bátaszéki önkormányzati tűzoltóságon. A gyerekek élvezettel próbálták ki a különböző tűzoltó felszereléseket, majd nem csak a tűzoltóautóba, hanem annak tetejére is felülhettek. Eközben egy másik helyszínen, a bátaszéki tájház udvarán képzőművészeti és zenés program zajlott. Kovács Gábor muzsikus ismert dallamokat játszott, ám a hangszer nem mindig volt szokványos. Előfordult, hogy egy felmosó nyelet, vagy éppen egy biciklipumpát fújt meg. Játszottunk, meg a nénivel tanultunk német éneket. A Múzeumok Éjszakájára izgalmas programokkal készültek a bátaszéki művelődési ház munkatársai. A tájházban ezúttal tárlatvezető segítségével lehetett elmélyedni a látottakban. Az udvaron német dalokat tanulhattak az érdeklődők a Heimat csoport jóvoltából. Sőt, különféle izgalmas anyagokból hangszert is készíthettek. Célunk mindenképp az, hogy a tájházat kicsit közelebb hozzuk az emberekhez. A 17. alkalommal megrendezett Múzeumok Éjszakája című rendezvénysorozaton több mint 400 helyszínen csaknem 2000 programot kínáltak a szervezők. A rendezvény központi témája az idén az utazás és a digitalizáció volt. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Súlyos baleset egy balatonföldvári építkezésen, két munkás életveszélyesen megsérült. Transplantációs tábor, több mint 140 már műtött és transplantációra váró gyermek táborozott Balatonszemesen. Emlékmeccs a PMFC stadionban, Dárdai Pál és fiai is pályára léptek. Két ember életveszélyesen, három súlyosan megsérült, amikor egy balatonföldvári építkezésen beomlott a tetőszerkezet. A helyszíre két mentőhelikopter és három rohanmentő érkezett. A sérülteket a Siófoki, a Veszprémi és a Pécsi kórházakba szállították. Ezen az építkezésen történt a baleset, itt a Balatonföldvári Vakbottyán utcában. A Somogy megyei katasztrófavédelem úgy tájékoztatott, hogy egy födén betonozása közben szakadt le egy zsalu, melynek következtében öten lezuhantak. Két mentőhelikoptert és négy mentőautót riasztottunk a helyszínre, ahol öt fő sérültet találtak a mentők, ketten súlyosan, hárman könnyebben sérültek. Helyszíni állapot stabilizálást követően mind az öt főt kórházba szállítottuk. A helyszínre a Sármellék és a balatonfüredi mentőhelikopter mellett négy rohanmentő és két tűzoltóautó érkezett. Utóbbira azért is volt szükség, mert az egyik sérültet a helyszínen nem tudták kihozni az épületből, a törmelék alól a tűzoltók szabadították ki. Információink szerint három súlyos és két életveszélyes sérült van. Az életveszélyes sérülteket mellkasi, hasi és koponya sérülésekkel szállították kórházba.
Egyikük állapota azóta már stabilizálódott. Több mint 140 már műtött és transzplantációra váró gyermeknek és szüleiknek nyújt feledhetetlen élményt a transzplantációs alapítvány a megújított életekért. Az egyhetes balatoni táborozás során a kicsiket számtalan szórakoztató program várja. Az alapítvány célja, hogy a sokszor éveken át tartó küzdelem után egy kicsit fellélegezzenek a családok. Gyerekzsivajtól hangos egy héten keresztül ez a Stég Balatonszemesnél. Ha tehetnék, egész nap a parton vagy éppen a vízben lennének a kicsik. A Mi is nyaralunk elnevezésű táborban vese, máj és szívát ültetett gyerekek kikapcsolódását segíti a transzplantációs alapítvány a megújított életekért. Levente, bár még csak 9 éves, súlyos műtéten van túl. Vese transzplantációja volt 5 évvel ezelőtt, és hát még akkor ugye nem volt 4 éves, azóta abszolút minden rendben van. Már most elvégezte az első osztályt, amire nagyon büszkék vagyunk, úgyhogy szerintem jobban nem alakulhatott volna. Az egyhetes balatoni táborba az egész országból érkeztek transzplantált vagy átültetésre váró gyerekek. A szervezők minden évben színes programokkal készülnek, hogy felejthetetlenné tegyék a kikapcsolódást. A mindenféle sportprogramok focizhatnak, röpizhetnek, úszhatnak, nagyon fontosnak tartjuk, hogy vízbiztosak legyenek és megtanuljanak úszni. Aztán kezdődnek a kézműves és pszichoprogramok, hogy a gyerekpszichológusok foglalkoznak velük kisebb csoportokban délelőtt, és ezzel egy időben mennek a szülők pszichoszociális programjai is, ahol családterapeuta foglalkozik velük. A táborban nagy hangsúlyt fektetnek a szervát ültetett gyermekek testi és lelki rehabilitációjára. Nagyon szeretnénk és fontosnak tartjuk, hogy a családok felismerjék, hogy a gyerekek súlyos, sokszor hosszantartó betegségét követően a szervát ültetéssel lehetőséget kapnak arra, hogy a gyerekek újra teljes értékű életet éljenek. És a gyerekekkel a családok is. És ebben ez a sorstárs közösség, ami itt körülveszi őket, hatalmas segítség. Idén több mint 150 gyerek, szülő és testvér kapcsolódhat ki a Balatonnál. Az alapítvány célja, hogy a sokszor éveken át tartó küzdelem után egy kicsit fellélegezzenek a családok. Ahogy a 61-szeres magyar válogatott játékos, a Hertha BSC korábbi legendás játékosa és több éven át vezető edzője Dárdai Pál kérte, futballal emlékeztek édesapjára az egykori sikerek helyszínén a PMFC stadionban. Az emlékmeccsen pályára lépett a két dárdai fiú is, a középső Marci és a legkisebb Bence. A dárdai tímben egyébként két király nevű játékos is helyet kapott, az ellenfélnél a pécsi klubfutballban jó néhány korszakos jeles képviselő is pályára lépett a PMFC öregfiúk csapatában. Hétvégén visszarepülhetett az időben a dicsőséges múltba a PMFC stadion népes közönsége. Olyan nevek léptek ugyanis pályára, mint Dárdai Pál, Tököli Attila, Király Gábor, Lőv Zsolt vagy Fehér Csaba, a pécsi kispadon pedig Garami József ült. A PMFC Öregfiúk Egyesület emléknapot tartott a klubhoz ezer szállal kötődő 2017. decemberében elhunyt idősebb Dárdai Pál tiszteletére. A találkozó igazi közönség szórakoztató összecsapás lett, összesen 8 gól született. A meccs érdekessége volt, hogy a második félidőben Dárdai Pál és Fehér Csaba is a PMSC öreg fiúk csapatát erősítette. Az én csapatomban jó volt játszani, mert nagyobb a mezem. Az rám van pattintva, ez egy kicsit szűk, de ettől függetlenül mind a kettően jó érzés. Tehát ezek az emberekkel, vagy édesapám, vagy én, de nem volt olyan játékos apának, hogy nem játszottunk együtt. Vagy öreg fiúkba, vagy a éles bajnokság, vagy utánpótlásba. Tehát ilyen szempontból ez egy klassz nap volt. Király Gábor az első fél időben védte a dárdai tím kapuját, a második játék részben átadta helyét fiának, Király Mátyásnak. A pécsi öregfiúk szenzációs formában van, úgyhogy irigylésem méltóak, ahogy őrzik még a fittségüket, úgyhogy külön gratuláció nekik, és hát a dárdai tím is ugye nagyon jól összeválogatott csapat volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki jól érezte magát, és megfelelő módon tisztelektünk Pali bácsi emléke előtt. Idősebb Dárdai Pál személye, játéktudása hozzájárult ahhoz, hogy a PMSC olyan eredményeket ért el a 70-es, 80-as években, mint soha azelőtt vagy azóta bármikor. A bajnoki ezüstérem és a Magyar Kupában a döntős szereplés elevenen él minden pécsi futballbarát emlékében. Idősebb Dárdai Pál elévülhetetlen érdemeket szerzett az utánpótlás nevelésben is. Végül nézzük, miről szólt a híradó.
Szúnyog invázió, rosszabb szezonra számítanak a vendéglátósok a túl sok vérszívó miatt. Építkezés, lezárják Bonyhád egyik legforgalmasabb utcáját. Bordélyházat üzemeltetett egy család Pakson, börtönbe kerülhetnek. Speciális művészeti fesztivál, közel 600 szellemi fogyatékossággal élő mutatkozik be a szekszádi rendezvényen. Szerdán még tovább melegszik a levegő, 32-33 fok körüli kánikulára készülhetünk. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Viszontlátásra!